Ez volt a korábbi zöld zsákunk, ez is lebomló zsák. Eddig zöld, mostantól pedig fehér lebomló zsákokat biztosít az Aliska Terra Kft. A szexerdiaknak, havonta 5 darabot. Ezekben lehet kihelyezni a házak elé a zöld hulladékot. A speciális anyagból készült zsákok ugyanis víz és fény hatására 3 hét alatt lebomlanak. A tapasztalat viszont az, hogy bár a cég ingyen adja a helyieknek ezeket az eszközöket, sokan mégis egyszerű műanyag szatyrokba gyűjtik a levágott füvet, vagy éppen a galjakat. Így pedig azt nem lehet feldolgozni komposztnak, hanem drágán semlegesítetni kell. Szabó Antal, a hulladékgazdálkodással foglalkozó cég vezetője azt mondja, csütörtökön még egyszer utoljára elszállítják a szabálytalanul kihelyezett zöld hulladékot, utána viszont többször már nem. Elszállítjuk, de ezt nem fogjuk tudni komposztálni. Ezt hulladékként le kell vinnünk cikóra, és ennek ártalmatlanítási díja van, tehát még ez is plusz költség, amellett, hogy egyszerűen nem lehet felhasználni. Szexárdon évente nagyjából 10 millió forintot fordít az önkormányzati cég a szabálytalanul kihelyezett zöld hulladék megsemmisítésére. Eddig itt az Aliska Terra telephelyén ennek a töredékéért lehetne jó minőségű komposztot előállítani, ha mindenki a lebomló zsákokat használná. Gyurkovics János, Szexárd alpolgármestere azt mondja, ezek az eszközök az elmúlt hónapokban többszörösükre drágultak, de még így is jobban megéri használni őket, mint cikóra szállítatni a levágott galjakat. Ennek a tavalyi évben a zsáknak darabja 50 forintba került, most 248 forintba kerül. Ebből is az következik, hogy elkövetünk mindent annak érdekében, hogy minden lehetőséget, feltételt biztosítsunk, de ehhez kérjük az együttműködést. A megyeiugó városban tehát most csütörtökön szállítják el utoljára a nem szabályosan összegyűjtött zöld hulladékot. A begyűjtés pontos beosztása megtalálható az Aliska Terra Kft. Honlapján.